idő alatt lehet megtanulni mondjuk ezt, amit most itt látunk. Egy esküvő előtt minimum 2-3 hónappal vegyük fel a kapcsolatot, nem kell sok alkalomra gondolni, de hogy tényleg ne kelljen kapkodni, és szépen meg tudjuk tanulni a táncot. És körülbelül akkor hány alkalom ez a 2-3 hónap? De változó 4-6 alkalom, attól függően, hogy a páros milyen koreográfiát szeretne, úgyhogy tényleg általában a személyre szabott, de nem kell sok alkalommal számolni. Nyújt lányok az, hogyha szabadon tudtok táncolni, és nem kell attól aggódni, hogy hátul esetleg a feltűzött uszály lejön, egy emelésnél a vőlegény manzsettája beleakad. Külön témakör még az esküvői cipő, hogy miben táncoljatok. Mindig azt javasoljuk, hogy minél alacsonyabb sarkú cipő legyen, és ha lehet, akkor ilyen jó blokksarkú, vagy akár ilyen lapos topánk, amit a Lilinek is volt, vagy tornacipő adott esetben. Javaslom a mennyasszonyoknak, hogy nagyon figyeljetek a ruha választásnál, hogy a ruhátok ne legyen hosszú, ugyanis ha valami a földön van, akár elől, akár hátul, akkor abban nem lehet táncolni, hogy a fiú rálép, elestek, vagy az abroncsba beakadtok, úgyhogy mi szoktuk javasolni a kollégával, hogy ha van egy rövidebb ruhátok, vagy amiben nincs abroncs, akkor inkább abban érdemes táncolni. Igen, szoktuk mondani, hogy főleg akinek bérlős ruhája van, hogy a bérleti szerződésben azért elég szigorú dolgok vannak leírva, ami szerint ha már szakad egy kicsit, akkor ugrott a kaució, ebből adódik, ugrott a nászút, ki kell fizetni a teljes ruha árát, ami van, amikor 2 millió forintot is meghaladja. Így kezdődik pont egy táncóra, hogy kérdezzük, hogy mekkora tánctér áll rendelkezésre. A tánctér az hideg burkolat vagy parketta, és hogyan helyezkedik el a násznép. Egyébként azt szoktuk ajánlani, hogy a párosok mögé álljon a násznép, vagy nagy körbe, hogy hátul ne a WC ajtó látszódjon, hogyha az nincs kirészítve. De mondjuk valakinek akkor háttal táncolunk, de ez reméljük nem anyukra hát, lesz ebből a vagy olyan a koreográfia, hogy egyet jobbra, egyet balra, mind a két irányba. Én nem hagytam ki az esküvői előkészületből a táncórákat. Egyrészt azért, mert nagyon sok vőlegény érkezik azzal a gondolattal, hogy ő botlábú vagy botfülű, és ez kiderül, hogy nem igaz. A mennyasszonyok különösen, de a vőlegények is nagyon-nagyon ügyesek, kiderül, hogy se botláb, se botfül, és létezik olyan esküvői tánc is, ahol nincs koreográfia. Csak egy egyszerű tingli-tangli, egy forgatás, egy bedöntés, és már jön a násznép, egy percben.